Új térfigyelő kamerákat szerelnek fel Marosvásárhelyen. A cél, hogy csökkentsék a szabálysértések, bűncselekmények számát a városban. Marosvásárhely forgalmasabb útkereszteződéseiben jelenleg is vannak térfigyelő kamerák. Ezeket a készenléti felügyelőség diszpécser szolgálatán követik figyelemmel, azonban a kamerák már régiek, és annyira gyenge minőségű a felvételek felbontása, hogy nem tudják azonosítani a szabálysértőket vagy a bűncselekmények elkövetőit. A Maros megyei és a marosvásárhelyi helyi rendőrséggel egyeztetve kiderült, hogy mintegy 1000 korszerű térfigyelő kamerára van szükség a városban. Ezeket 2024-ig szerelnék fel a megye központban. 2021 folyamán körülbelül 200 kamerát szerelnénk fel útkereszteződésekben, közterületeken, városszéli területeken. És hát az a nagyon fontos célunk, hogy ezek segítségével hatékonyan meg tudjuk figyelni, azonosítani tudjuk például az illegális hulladéklerakást az erdőkben, a város körüli övezetekben. A térfigyelő kamerákat a forgalmas útkereszteződésekbe, a közintézmények, műemlékek és szobrok közelébe, a játszóterek és szabadidőközpontok környékére, valamint a város szélére szerelnék. Marosvásárhely polgármestere szerint a statisztikák azt mutatják, hogy ahol térfigyelő kamerák vannak felszerelve, a közlekedési kiágások száma is jelentősen csökken, így ezeknek a balesetek megelőzésében is fontos szerepe van.